Lukasok, atyám, látod? Nektek már nem kell kiszaggatni, már ki van amúgy is. Van a... Jaj, megy a harapdálás, oda néz, megy a harapdálás. Egyszerre ketten. Új. Gyere ide, gyere, Bodri. Gyere ide. Nem Bodri, hanem Bori. Na gyere ide. Sziasztok! Ma nagyon jó napunk lesz, ugyanis kis kutyákra fogunk vigyázni. Egészen picike, 8 hetes kislány baba kutyákra. Jól megmondtam. Fogunk vigyázni. Judyéknak vannak új kutyáik. Judyék, tudjátok, ők a barátaink, és már több videónkban szerepeltek. Nekik vannak most új kiskutyáik, 2 is, és őket megyünk most meglátogatni. Ezeknek a pici kutyáknak egyébként még nevük sincs, Molika. Nincs, úgy néz, neked is mondom. Akinek jó ötlete van, hogy nevezzük el ezeket a bébi kutyákat, azok, az adjon ötletet. Tehát nyilván Judyék fogják őket elnevezni, de azért próbálunk nekik esetleg ebben ötletet adni. Úgy, hogy ma nagyon jó napunk lesz, kutyaszitterek leszünk, és babakutyákra fogunk vigyázni, 2 kis uszkár bébire. De előtte, mielőtt elindulnánk, megreggelizünk, és a kedvenc mogyorókrémünket fogjuk fogyasztani. Ez pedig a Lino Lada mogyorókrém család, egész pontosan, mert nem csak egyféle van. Itt van tehát ez a mogyorókrém család. Ő az, amiben mogyoródarabok is vannak. Ő az, amiben nincsenek, de ugyanolyan finom mogyorókrém. Ő egy duó, tehát egy tejkrém és egy mogyoros krém együtt, és ő pedig a teljes krém önmagában. Molikám, megmutatod, hogy melyik krém hogy néz ki? Mm-hmm. Már elkezdtük rákenni egyébként a reggelinkre. Ez a sima. Ez a sima mogyorókrém, igen, amiben nincsenek darabok. Mi nagyon rá kaptunk egyébként, ez már látszik is, hogy megkóstolgattuk. Duó. Ez a duó. Ez teljes és mogyorókrém. Igen. Nagyon, nagyon-nagyon finomak. Ebben vannak a mogyoródarabok. Ó, ez az, oda nézzetek, ebben nagy mogyoródarabok vannak, elképesztően finom. És ez pedig a tejkrém. Ez is nagyon finom. Én ezt kentem a reggelimre. Igen, a mogyoródarabossal. Mutasd meg, még kenhetsz rá egy kicsit, mert abból sosem elég. Azaz. Ott látszanak a mogyoródarabok. Fú, és nem kevés van benne. Nagyon-nagyon finom. És a másik pedig a tejkrém, ami a tiéden van. A másik gofrém. Molly saját maga sütötte a gofrit, saját recept is, úgyhogy ez abszolút minden ízében saját. És megízesíti ez a finom mogyorókrém és a tejkrém. Azaz. Oké. Én kenem a mogyorókrémet. Itt van a szuper magyarokrém. És simán én fogok egy muffint, és bekenem. Tehát ez nem csak reggelire, süteményekre is használható. Ez a duó krém. Ó, oda nézzetek, de jól néz ki. Hát jó napot kívánok. És ezzel a duó krémmel kenem be a másik tetejét. Tehát lehet kenyérre, palacsintára, tulajdonképpen mindenre. Hát akkor jó reggelit! Most megesszük ezt a reggelit, utána pedig már indulunk is a kiskutyákhoz. Még egy fontos dolog, hogy minden információt ezekről a Lino Lada mogyorókrémekről beteszünk ide a leírásba, ott tudtok ti is tájékozódni. Na akkor, jó étvágyat, utána irány a kiskutyák! Ez igen, kóstoljátok már! Akkor már indulunk is, indulunk kutyanézőbe, meg kutyaszitterkedni, és nagyon izgatottak vagyunk, mert ahogy már említettem, 2 kis inci-finci-pici kutyuskáról van szó, úgyhogy induljunk. Hát ti tündérek vagytok, komolyan. Sziasztok! Hát tüneményesek vagytok. Hajuk? Van hajuk? Gyere ide. Jaj, de édes vagy. De édes vagy. És hogy tűri? Ez egy merőd, egy később azért. Hát még nagyon kislányok vagytok, 8 hetes. Hát szia! Szia, tesó! Te egy picit barnább vagy, egy kicsit sötétebb barna. És egy kicsit kisebb is. Kisebb is. De mind a ketten kislányok, ugye? Milyen jól megcsinálják a lakást. Júj, összeszokták pislantani itt a dolgot? Hát persze. Ki az a kisbaba, amit bár lettem kint pisó? Így, így. Jaj, Istenem, mint 2 kis csecsemő. Jaj, nézd oda, nézd oda. Hát sziasztok. Mint benne a kiságyban, 2 baba. Jaj, de cukik vagytok. Ők testvérek, igaz? Aha, 2 kis csaj. Édesek. De oda néz, Moli. Hát ez valami elképesztően cuki.
Ma jöttem haza, édesek, és benne volt, ilyen kupac cipő volt. A cipőket ide hozták? Itt semmi bajuk a cipőknek, de így kupacba, így, tehát ebben még cipő. Ja, akkor azért vagy mesztéllább, már látom, hát már nincs cipő. Ja, hát van külön ágyacskátok, hát persze. Nem osztozik, ugye? Imádom, szép vagy. Hát még szép. Okos. De milyen édesek, hogy nem egyforma színük van. Gyere, ez az, az egyik egy kakaós kalács, a másik meg ilyen vaníliás, vagy diós. Briós. Briós. Gyere ide. Az a baj, hogy lejtem ilyenkor a másikot, és ez a legjobb, hogy egybe fölveszed. Így, és akkor így fekszenek, és így szoktunk elaludni. Így. Komolyan, így nézitek a tévét, meg alszotok? Jaj, de cuki. Tüneményes. És mekkorák lesznek? Nagyon nagyra nőnek? Nem, ezek törpeusztrák. Picikék maradnak? Kis picikék, meg kislányok is. Ilyen nem sokkal nagyobbak. De cuki vagytok. Szép vagy? Ott ülnek, mint a kisgyerekek. Nézd meg, és nem mozdul. De aranyos. Szép vagy? Nézd meg. Nézd oda, de milyen nyugodtak. Hát ezért, mert hogy ők úszik. Hát tudod, ilyenek voltak a cirkuszban. Ja, igen. Figyelj, már ülni tudnak, ha kaját azt neki, ül. Tényleg? Már leül, olyan okosak, ugye? Húha, most megy a játék. Várjál, Judika! Ajaj. Hát megjöttél ide hozzánk, menj oda Mollyhoz, azaz. Bújj bele az ölébe, azaz. Te meg gyere az enyémbe, gyere. Gyere ide, Nyuszi, gyere ide. Szia. Jaj, kis harabdálás azért van még, egy kis harabdálás, de csak olyan finom, jaj, de édes vagy, hát egy tündér vagy. Gyere ide, gyere az ölembe, te drága. Lukasok atyám, látod? Nektek már nem kell kiszaggatni, már ki van amúgy is. Van a... Jaj, megy a harabdálás, oda néz, megy a harabdálás, egyszerre ketten. Júj. Hát ez tünemény, nézd, Moli, hát ezek tündérek. Gyere ide, te is! Gyere ide! Itt van a nővéred, vagy a hukod. Gyere ide! Szia! Szia, Molly! Hello! Gyere te is! Oda néz! Mosolyogjál szépen! Jó, de szündőre voztak te! Te, kis cica! Vagy kutya! Nyalogatja a kezemet, meg harabdálja egy kicsit, de csak finoman! Olyan finom... Nézd oda! Megeszi az ujjamat. Nem, most csak nyalogatja. Most meg már harabdálja. Csá! Még nincs nevük ezeknek a tündéri kis kutyusoknak. Ha gondoljátok, akkor segítsetek nekünk, mi legyen a nevük. Két kicsi lányról van szó. Igaz, te Nyuszi! Jááááá! De jó, azért egy picit már erős. Igaz, te nem adnak neked itt enni, hogy rágcsálod az ujjamat. Nézd oda, de ide. Hát ezek olyanok, mint a babák. Hihet, aranyfejű, gyönyörű vagy. Áááá! Hey, Mariska! Megijesztek én. Kicsit jobban beleharapod. Szia! Megjöttél? Hát szia! Kaptam puszit? Köszönöm szépen! Áááá! Egyszerre két ujjamat harapják. Az egyik a kis ujjamat, másik pedig a hüvelyk ujjamat. Igaz? Kicsit Na, hello! Nem baj, ha picit megrágdossa a kis ujjadat, Mollikám. Nem bántja, csak megkóstolgatja. Hát szia! Itt meg a másik. Ez a kis tünemény. Te! Ő folyamatosan harabdálja az enyémet, az én kezemet. Na, sziasztok! Még nincs nevetek. Szia, Maja! Egyen meg a szívedet. Puszi, hello. Puszi. Képzeld el, már elneveztem a kutyusokat. Ő Sári, ő meg Bori. De ennek nem kell így lennie, csak így elsőre olyan Sáris meg Boris. Jaj. Nincs veszekedés, kislányok. Nincs veszekedés, de úgy látom, hogy azért van. Nincs veszekedés, Borika. Borika, nem szabad bántani a testvéredet. Igaz, hogy nem szabad, Sári?
nem bizony. Itt van, ezzel játszatok, nézzetek, ezzel a pántlikával, vagy mi ez. Nem bántja a Borika. Nem. De szépek vagytok, úgy. Ül, örül. Hát nem annyira. Nézd már, hogy Borika letámadja a Sárit. Na, nem szabad. Borika, hát akinek ilyen szép feje van, az ne legyen ilyen harcias. Nézd, Borika, Sári milyen jól eljátszik azzal a pántlikával? Borika, te is játsszál el vele, nézd. Ügyes vagy, Borika. Na, ez szép, lányok. Egymás mellett szépen játszatok. Manókutyák vagytok, manókutyák. Kislányok, ne veszek egyetek. De édesek, hogy ide figyelnek. Ez az, te menj a saját helyedre. Úgy békesség van. Nézzél szét. Hát hol vagyunk? Hát te otthon vagy, mondjuk. Mekkora kis pamacs vagy. Ez az. Feltérképezünk itt minden zugot. De nehogy oda pislancsál valahova, mert ott van a helyetek, ahova lehet. Hát szia, szép fejű. Szia. Oda néz, most békesség van. Annyit veszekedtek, hogy most megpihentek. De szépek vagytok. Gyere. Kapsz jutifalit, Borika. Gyere. Ha jól viselkedsz, Borcsi. Gyere. Az a baj, hogy automatikusan leül. Pedig nem azt mondtad, pedig nem hogy kell ül. Tanítani. Gyere ide, gyere, Bodri. Gyere ide, nem Bodri, hanem Bori. Okos. Na gyere ide, leül. Te cukik vagytok. Okos. Leül. Gyere már. Gyere, leül. Ül. Okos kutya. Okos. Igen. Jaj, de cukik vagytok. Ez, hogy nem egyforma a színük. Ez valami zseniális. Ugye milyen cukik? Nagyon. Uzsonna idő van, kutyusok. Hát te tündére, úristen. Annyira helyesek. És ez a tele van a pocak. Hát most ne ennyire ilyen ügyesek vagy, így rejtőzködjen. De cuki. Ugye, nézed a... De cuki. Csata macska. Cica is. Tündériek vagy. Annyira barátságosak, tényleg. Megzabállak. Hát nem tudom, melyik kötök az aranyosabb. Mindkettő. Úristen, de édes vagy. Nevet kell nekik adni, mert még nincs nevük. Féltékeny, ugye? Hogyha a másikat ölelgeted. Jaj, Borika! Jaj! De cukik vagytok. Még ajándékot is kaptak? Hát az igen. Micsoda jó dolgotok van nektek, kis babakutyát. Hát nézzük, az a kis kicsi. Nem tudom, mondtam neked, hogy ez nem fér még a szájába, de nézd. Ó, nem baj, megbírkoznak vele. Az, jó lesz az. Ő kisebb a Borika, igen. Tényleg Boris. Olyan Boris, nem? A másik meg Sár is, de lehet nekik más nevet adni, mert még hivatalosan nincs nevük. Jaj, ez is szemben. Jaj, de cuki. Hát nagyon is. Oda nézd, de cuki. Igen, a Sárika, ő egy kicsit szelidebb. Szia! Babakutya. Jaj, de tud bújni. Szó szerint úgy bebújt oda az állad alá. Nézd, hogy fogtél te! Jaj, de tud. Hogy tényleg Boris, nem? Olyan borikás a feje, nem? Borikás. Jaj, de szépek vagytok, hogy igen, megnyugodott a karodban. Azt, a milyen jól érzi magát nálad, a Borika, odanéz, tisztára elfeküdt a Bori, nálad meg a Sárika, odanéz. Hát ezek a babakutyák, a legjobb hely. Nézd már meg, Judy, abszolút, teljesen elfeküdtek a babakutyák. Sári, Bori és Sári. Illetve lehet más nevet is adni neki, ugye, nekik. Tele van magyaróval, oda néz. Na akkor uzsonna van, lányok. Okay. Uzsonna. Na milyen?
Fincsi? Aha. Jó. Molikám, nekem is kenj már egyet, léci. Ti nem kaphattok. Ti nem kaphattok magyarok német babakutyát? Még nem. Meg a múcsa. Itt a szépek vagytok. Együnk még egyet, Amondó vagyok. Amondó vagy? Oppa! Akkor én is kérek szépen. Mielőtt megeszitek az egészet. A uzsit. Én is kérek szépen egyet. Edd meg azt nyugodtan. Nyugodtan edd meg azt. Majd én kapok. Így is van. Nagyon ügyes. Ó, még a lábamra is esett. Az is örülök. Ez jó volt. Ez nagyon finom volt. Hát ezek a babakutyák elfáradtak így a nap végére, édeseim. Nagyon sokat játszottunk, és kifáradtak. Kis nyuszik, mint a babák. Tényleg úgy alszanak. Sárika és Borika. Vagy ha van jobb ötletetek, írjátok meg. De nem olyanok, mint a Yin és a Yang. Atyaisten, de cukik vagytok. Hogy összebújnak a kis babakutyák. Hát van ennél aranyosabb? Nézd meg, hogy összefonódnak szinte. Hát ez hihetetlen. Szia, Bori. Aludjatok jól? De cukik.